Ez jó dolog, ha minél többen be vannak oltva. Így vélekedik ez a pécsi férfi a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatban. A Széchenyi téren járva arra voltunk kíváncsiak, vajon várják-e már az enyhítéseket a járókelők. Mint ismert, többek között megszűnik a kötelező maszkviselés az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, valamint nem kell védettségi igazolványa a vendéglátóegységekben, a nézőtérrel rendelkező kulturális rendezvényeken és szabadidős létesítményekben, ha elérjük az 5,5 milliós beoltotti számot. Megkérdeztük, örülnek ezeknek a lazításoknak a pécsiek. Szerintem ma nagyon elege van mindenkinek, főleg a maszkból. Én nyugodt lelkiismerettel, én beoltottam magam már 3 hónapja, és már le akarom venni a maszkot. Én nagyon örülnék ennek, ebben a melegben nagyon nehéz elviselni a masznak a használatát, és szerintem egy szabadabb érzés lesz mindenféleképpen, minden szempontból. Találkoztunk olyanokkal is, akik szerint nem biztos, hogy jó ötlet lenne ezeken a helyszíneken a szájmaszk elhagyása. A közösségekben nem biztos, hogy jó dolog, hogyha például áruházakban, olyan helyiségekben, ahol sok ember zsúfolódik össze, vagy esetleg a sportpályákon sem. Nem biztos, hogy meg kellene engedni. És ön szerint? Én is egyetértek vele a párommal, addig, amíg tényleg jelen van, köztünk van a Covid, addig tényleg az ilyen közösségi helyeken célszerű még maszkot viselni, de szerintem annyira hozzászoktunk, hogy természetes, hogyha megyünk be az üzletbe, automatikusan nyúl az ember a maszkot és teszi föl. Volt, aki szkeptikusan állt a kérdéshez. Gondolom a vírus terjedéshez, hát ennek ugyanakkor esélye van, ennek ellenére is. Nyilván az emberek jobban örülnek, hogy nagyobb fesztiválokon vehetnek most már részt így augusztustól. Én is örülök, mert én is már elmentem volna pár helyre, amit nem tehettem, de nem hinném, hogy a világ ettől sokkal jobb lesz. A július 1-i adatok szerint 5.493.609-en vannak azok, akik megkapták már az első oltásukat, tehát már csak valamivel több mint 6.000 oltásra van szükség az enyhítések bevezetéséhez. Akkor már megszűnnek az üzletekre vonatkozó távolságtartási szabályok is, valamint az egyetemek és főiskolák is készülhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására. A sportrendezvények, a zenés táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében azonban nem történik enyhítés.